Ritka pillanat az, amikor két szabó tünde egyszerre szedi az almát Nagykállóban. Csütörtökön ez is megvalósult, Nyíregyháza országgyűlési képviselője és a megyei tiszti főorvos is részt vett az őszköszöntő jótékonysági almanapon, amelyet imán negyedik alkalommal szervezett meg a megyei kormányhivatal. Akik összegyűltünk itt az alma szedésére, azzal a célra gyűltünk össze, hogy a házigazdáknak a felajánlásával az alma mennyiség, amit leszedünk, az a megyében lévő gyermekotthonokba, az ott lévő gyermekek számára eljusson. Tavaly évben azt kértünk mindenkit, aki itt volt, hogy váljon a szabolcsi alma nagykövetévé. A mai rendezvényen is minden olyan kedves vendégünket, aki itt megfordul, arra kérünk, hogy vigyék jó hírét a szabolcsi almának szerte az országba, és bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudunk onnan az járulni, hogy még keresettebb legyen az itt megtermelt, igen, finom és számunkra nagyon kedves gyümölcs. Az esemény ünnepi hangulatához a Szabolcs Néptánc Együttes járult hozzá kalocsai táncával. A jótékonysági szüret ugyanis a szabolcsi alma ünnepét is jelenti, még akkor is, ha az ágazat nincs könnyű helyzetben. Bölcskei György, a nagykállói tész tulajdonosa arról beszélt, rengeteg problémával kellett és kell megküzdeniük idén. Elérkeztünk egy betakarítás, és van mit megünnepelni. De ahogy most látjuk, ami most példázza az, hogy most is esik az eső, ugye ez azt példázza, hogy ez nem mindig ünnep sajnos, hiszen az egész év arról szólt, hogy amit el lehet képzelni, borzalmat egy termelésbe, ugye az bekövetkezett tavasszal, ugye egy kicsi fagy hideggel, ugye egész nyáron tartó asszály, és most, amikor betakarítánk, gyakorlatilag majdnem mindennapos eső. Tehát, és akkor mindig ahhoz a dolog, hogy akkor ezt hogy fogjuk kibírni, hogy fogjuk túlélni. Érvényes az, hogy a szabolcsi almának nincs párja. Ezt már Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondta köszöntőjében. A politikus is szólt arról, hogy szükség van a kistermelők segítésére. Ebben annak a szabolcsi almacentrumnak is nagy szerepe lesz, melynek alapkövét tavaly tették le. Egy kitörési lehetőség építése van folyamatban itt a szomszéd településen, Újfehérton, szabolcsi almacentrumra gondolok. A kormány jó voltából és Európai Uniós támogatással épül egy 9000 tonnás kapacitású tároló, feldolgozó és tudásközpont. A Debreceni Egyetem is részes ennek. Az almatermés visszaesését idén elsősorban az asszály okozta, ezzel a problémával a jövőben is számolni kell, hangzott el az eseményen. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár arról beszélt, a termelők közös gondolkodására és az öntözési technológia fejlesztésére is szükség van a helyzet hosszú távú kezeléséhez. Azért vagyunk, és azért dolgozunk, hogy bizony az itteni szabolcsi almatermelőknek, az egész almás szektornak a jövőjét egyengessük, segítsük, és még akkor is, amikor valóban hát az idei év semmilyen tekintetben nem tekinthető egy egyszerű évnek. És ez nem csak az energiaárak miatt, nem csak az input anyagárak miatt, hanem valóban az asszály miatt, és arról beszélgettünk is, hogy bizony azért a gyümölcsfák, amely nem kap vizet, az bizony nem csak egy évre szenvedi meg ezt az asszályt, hanem a következő évre is. Tehát ilyenkor van, ilyen helyzetben van szükség tényleg nagy összefogásra, és van szükség közös gondolkodásra és munkára. A jótékonysági almanapon résztvevők a nap végére összesen csak nem 40 mázsa almát szedtek Nagykállóban, ehhez a mennyiséghez azonban egyéb termelők felajánlásait is hozzászámolják. A gyümölcsöket a következő hetekben juttatja el a kormányhivatal a gyermekotthonok lakóinak.